Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe, már jó ideje nem csináltam, igazából sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a téma, és mostanában ugye elég sokat dolgoztam fel a viszonylag az új contentet livestreameken, mint YouTube videókon, mindenhol feltöltöttem, és sokat beszéltem Cetusról, az Eidolonokról, hogyan farmolni, hogyan csinálni ezt, hogyan csinálni azt, és hogy őszinte legyek, rájöttem egy adott ponton, hogy ez nem mindenkinek igazán segítség, mert hogy nekem, mint veterán játékosnak, akinek sok mindene megvolt már a játékban, amikor behozták Cetus, nem volt nehéz átkonvertálni, ami volt ebbe az újfajta endgame féleségbe, ami Isten igazából nekem hiányzott, ugye, mint mindenkinek, még a veteránoknak is. Cetusról az a farmolása volt az új nyersanyagoknak, de az természetesen egy-két boosterrel, hip-hop, sip-sups meg volt, el volt intézve, viszonylag gyorsan meg volt. Aztán ami apróságok kellettek innen-onnan, az gyorsan meg lett, mivel hogy már lévén, hogy volt miből című történet, így aztán viszonylag nem volt olyan nehéz átmenni Cetusra. Így aztán úgy gondoltam, hogy egy kicsit ugorjunk vissza a múltba, hogy így is mondjam, múltba fogalmazzunk így, és szeretnék nektek egy kicsit beszélni arról, mindazoknak, akik ott állnak, és megcsinálták a Second Dream című questet, és ott állnak, hogy kapnak egy szerencsétlen fókusz iskola lencsét, és azon gondolkodnak, hogy melyiket fogadják el, és remélhetőleg még megnézel ezt a videót, mielőtt megcsinálod azt a questet, szóval annak a végén kapsz egy fókusziskola lencsét, és az egyet a négy közül választhatsz, és azon fogsz gondolkodni, hogy melyik lenne a legjobb neked, és ezen próbálok most nektek egy kicsit segíteni, viszont, hogy azok sem maradjanak ki a buliból, akik már nagyon élén járnak ennek a farmolás dolognak és Eidolonosnak. Van egy srác, a videójának, csatornájának a linkjét megtaláltok ennek a videónak a leírásában, Hunternek hívják, és nagyon-nagyon up-to-date videókat készít, mondhatni úgy, hogy hogyan maximalizált ki, hogy is mondjam, hogyha már fejlettebb vagy Warframe-en keresztül, fejlettebb fókusziskolákkal vagy több XP-re válsz, több pénzre, blablabla, bla, bla. Egy olyan utat talált meg a Warframe videón keresztül, ami igazán az újdonságokról szól, és azoknak kimaximalizálásáról kifejezetten. Úgyhogy, ha ez irányba akarsz tippeket, akkor ugorjatok el a csatornán, nézzétek a videókat. Tényleg egy jó utat kapott el a Warframe videókkal, és értelmesen magyarázza el azt, amit tudnotok kell. Viszont én most arról fogok nektek beszélni, hogy mi legyen az első lencse, amit választatok, az első fókusz lencse, nem lencse, lencse, az első fókusz lencse. Szóval, megcsináljátok a Second Dream Questet, és szembe találjátok magatokat egy új Warframe univerzummal, mondhatni így, mert addig, amíg megcsináljátok a Second Dream Questet, easy az élet, könnyű, és el van döntve minden. Aztán megcsináljátok a Second Dream Questet, és kaptok egy hülye gyereket, amit úgy hívnak, hogy Tenno, őt. Ah, Jesszus Mária, és ő ez itt most, régen még nem volt belőle nagy szám, megkaptad, kiválasztott egy fókusz is, aztán adjál neki. Nincsen téma, Tenno, nem sokat ér, valamit csinál. És igen, könnyű is volt a választás, valahogy mindenki Zenurik felé haladt, mert hogy az energiát adott, és a Warframe-ben minden az energia, viszont megváltozott a Warframe, és az energia felhasználás szabályai is megváltoztak. Sok minden változott a Warframe-ben, az iskolák, a fókusziskolák sokkal kiegyenlítettebbek lettek, és minden fókusziskolának meg, hogy is mondjam, egyenlőbb szerepe van. Viszont azt hiszem, hogy egy olyan számra, aki most kerül oda az útra, hogy kiválaszt azt a bizonyos fókusziskolát, megesett, hogy meg kell gondolnia valóban, hogy mekkora, melyik út irányba halad ahhoz, hogy a megfelelő iskolát válassza ki ebben az új Warframe-ben, és hogyan lenne logikus, egy logikus lépés. És ugye nehéz a döntés, mert még nem tudjátok, hogy mi az. Mert nem tudjátok, hogy mi vár rátok a játékban mindazután, amit kiválasztottuk a fókusziskolát, és erre szeretnék egyféle tanácsot, tippet adni, hogy merre felé induljatok el esetleg, és hogyan illeszkedjen be jobban a játékba változásotok. Szóval, ha megcsináltok a Second Ring Questet, akkor szembe találjátok magatokat ezzel az öt iskolával itt, és néztek, hogy mi a franc történik.
Madurai Unai Vazai zenek Naramon. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy melyik iskola mit, hogyan, merre tud, a Cetus Guide nevű videómban elmagyarázok mindent. Cetus Guide című történet. Nos, melyiket is választ így elsőre? Című történet. Megpróbálok mindegyikről beszélni egy kicsit úgy általánosan, és utána kijövök egyel, ami úgy kifejezetten megesett, hogy a jövő szempontjából hasznosabb, mint a többi, azért, hogy a többit tud segíteni. Nos, röviden fogalmazva, hogy egy képet kapja fókusziskolákról, azoknak, akik itt állnak az útválaszút elején, a fókusziskolák konkrétan a Tenno Void energiáját hivatottak reprezentálni, és ezen Void energia, ami a Tennókban megvan, ez ezen iskolák segítségével fókuszáltan tudott felhasználni. Mire gondolok itt? Tegyük fel, itt van a Zenurik, ami konkrétan energiát tud neked, extra energiát tud szolgáltatni, ezen felül a különböző bónuszai vannak, passzív és aktív skillek mindegyik iskolának természetesen, és mit tudom én, például, hogyha átmész Voidba, előhívod a tenódat, átmész Voidba, láthatatlan magyarul, akkor összehúzod az enemiket egy helyre. Most mondtam, hogy van olyan, hogy megrázod az enemiket, mert hogy egy ilyen kis villámgömböt hozol létre. Szóval a különböző passzív és aktív képességek egyesítése, és a tenót is konkrétan aktívan felhasználhatod a harcodban. Na most, és itt jön a lényeg, hogy a mostani Warframe-ben a Tenno egy aktív harcosa lehet a Warframe-ednek és a csapatodnak, akivel mész. És mindig kiskor ebből a szempontból reprezentálhat egy segítséget. Szóval egy ideális csapatban mindegyik fókusziskolából találsz legalább egyet, című történet. Legalábbis négyet, mert hogy az ötödik, na mindegy, hosszú. De mégis melyiket lenne jó választani. Szóval most nem megyek bele abból, hogy mit, hogyan forgassunk bele, de egy-kettő iskolára szeretném felhívni a figyelmet, a jövőt tekintve, hogy a jövőt tekintve, és az egyik az pedig a legyen három, jó? Zenurik, Madurai és Unariu. Na most ezen három iskola háromféleképpen is tud neked segíteni. A Zenurik, úgy vettem észre, nekem az volt az első iskola, amit anno választottam még az új Warframe előtt, ezért van rá ilyen ennyire elosztva. Az Zenurik nagyon jó segítség farmoláshoz. Főleg például ezen Void Singularity képessége miatt, mert hogy összehúzza az enemiket és a csapatodnak konkrétan más dolga nincs, csak belelőjön a tömegbe a Necrosnak meg kifarmolnia. Szóval egy nagyon jó segítség formulásban, az extra energia biztosításával, és úgy általánosan, hogy könnyebbé tedd a formulás magát, főleg az endgame felé haladva, ahol egyre nehezebb meglenni, és egyre nőbb a kihívás, de hogy mégis tudni lehessen tartani a tempót, a Zenurik ebben egy hatalmas segítség tud lenni a Void Singularity-vel, a Voltak Blast-jével, a Temporal Blast-jével, az extra energiával, amit tud biztosítani neked és csapatodnak. Szóval, hogyha farmolás irányába akarsz menni, mert hogy sok nyersanyagot kell gyűjteni, akkor Zenurik a te utad. Viszont, még mielőtt, hú anyád, a Zenurik tök jó, azelőtt megmutatnám nektek a Madurát is. És miért emelem ki az egyik jelen pillanatban az egyik legjobb iskolának a Madurait, és még nem is kell überre kihúzni, de a jövőt tekintve mégis egy fontos iskola, azért, mert előbb-utóbb el fogsz érni oda, hogy a Warframe jelenlegi endgame-ét játsz, amit úgy hívnak, hogy egy dolom vadászat, és ahogy azokat a nagy óriásokat levadászod, azok a nagy óriások neked dobnak úgynevezett egy dolom sárdokat, Brilliant és Radiant, megmutatom mire gondolok, Brilliant, illetve Radiant egy dolom sárdokat, és amint látjátok, mindegyik sárd átkonvertálható fókuszba, a Brilliant ad 40 ezer fókuszt, a Radiant ad 40 ezeret, a Brilliant ad 25 ezer fókuszt. Na most ez azt jelenti, napjában rengeteg egy dolon tudsz levadászni,
és ezen fókuszokat, hogyha átkonvertálod, ezeket a shardokat, hogyha átkonvertálod fókuszba, akkor nagyon gyorsan felfejlesztheted, ha kitartóan farmolod az egyedülokat, és nem nehéz őket farmolni, akkor nagyon gyorsan a fókuszidat átfejlesztheted, a brilliant, az egyedülok shardokat átfejlesztheted fókuszba. Ez az első tip. A másik tip az az, hogy a madurának van egy ilyen kis képességei Void Strike, ez damage boostot ad tulajdonképpen. Na most mindenki, aki egy dolonra megy farmolni, és keresnek embert a csapatába, kifejezetten keresnek madurájusokat, vagy unariusokat. Unarira rá fogunk térni. Szóval a Void Strike miatt keresik, mert egy damage buffot ad a tenó fegyvereknek, melyekkel könnyebb lelőni az Eidolonok shieldjét, így is mondhatni. Ezért a csapatok, akik keresnek Eidolon Huntra embereket, könnyebben fogadják be azoknak, akiknek van egy maduráiskolájuk kihúzott Void Strike-kal című történet, és neked ez miért fontos? Azért fontos, minél több Eidolont farmolsz, annál több Eidolon shardot gyűjtesz, annál több fókuszt tudsz átkonvertálni, és ezáltal fel tudod oldani a többi fókusziskolát is viszonylag könnyedén. Könnyebb farmolni Eidolonokat, mint napjába folyamatosan mindig kiszedni azt 200 ezer fókuszt, de ha arra vágysz, de azon a szinten, ahol te vagy, még nehéz lesz kiszedni 200 ezer fókuszt napjába azért, hogy viszont az Eidolon vadászattal egy könnyebb utat tudsz megtenni. Na most, ez lenne a madurája egy logikus választás jövőt tekintve a Warframe jövőjéből tekintve, hogy több fókusz is kell, és könnyedebben nyisd fel a többi fókusziskolát is. Unairu szint ugye egy olyan iskola, amit szívesen visznek az emberek Eidolon-vadászatra, mert itt van egy úgynevezett Unairu Wisp, konkrétan ez is egy damage boostot ad a tenó fegyvereknek. Lényeg, tehát a Madura és az Unairu Wisp konkrétan elég jól tudnak együtt működni, egy hatalmas damage boostot kapnak a tenó fegyverek, amivel könnyebben le lehet szedni az Eidolon shieldjét. És szintén ez egy ugyanolyan iskola, amit szívesen látnak az Eidolon vadászok a csapatukba, szóval hogyha arra kell, hogy hú, looking for Eidolon, vagy hosting Eidolont látsz, jelentkezel, és be fognak venni a csapatba. Az elején egy kicsit macera, mert a profi csapatok megkövetelik azt, hogy már egy jó pár Eidolon vadászaton túl legyél, de amint túl vagy egy-kettőn, mondjuk egy pár terraliszton, aztán később mehetsz a Gantulis Hydralisztra, egy pár terraliszt, akkor látják, hogy nem új vagy, és viszonylag érted, hogy mit kell csinálni, ezért be fognak venni abba a csapatba. Szóval az Unairu Madurai a mai Warframe-ben egy viszonylag logikus választás lenne azért, hogy a jövőben könnyebben oldhassd fel azokat a bizonyos iskolákat. Nos, a másik két iskola későbbiekben fontos, a későbbi farmolás szerepekben, vagy konkrétan critical, például ez millikre van inkább a Naramon, kritikus esélyt növel, több affinity-t ad a Naramon, az affinity ugye a Warframe XP-je, mondhatni így. Szóval egy kifejezetten millire kiélezett Survivor-on kiválóan helyt álló iskoláról van szó. A Vazarin az inkább a gyógyítás és a csapat életben tartása felé van, amit látjátok. Legkevésbé van kiízva, legkevésbé vagyok érdekelt ebben az iskolában, mert elég jól életben tudok maradni, de idővel, mivel viszonylag sok Eidolont vadászok, idővel ez is fel lesz oldva, és kiről nem beszéltem még. Mindenkiről beszéltem, azt hiszem. Szóval a jelenlegi sorrendben én azt hiszem úgy mennék, hogy Madurai, Unariu és Zenurik, ha feloldásra kerül sor, de Madurai-ban egy fontos dolog a Voice Strike, az Unairunál egy fontos dolog az Unariu Wisp, hogy ezek föllelkodva, és azon belül a középső passzív képességük lehetőleg legyen ki maximalizálva, mert azok az egyik legértékesebbek, és utána fel lehet oldani szépen az összes többit. Srácok,
Ennyi lett volna a videó, remélem, hogy tudtam segíteni, ha tetszett, dobj egy lájkot, a kérdésetek van itt a videó alatt, vagy Facebook nekroklin megtaláltok. Discord szerverünket használtuk egészséggel, link a videó leírásában, ahhoz is, és következő Warframe videóig, köszönöm a figyelmet, sziasztok!